Régi nagy álma teljesült a Magyarok Dalszínház tagjainak október 23-án, amikor szimfonikus zenekarral állította színpadra darabját az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján. Választottuk a Jövőt címmel adtak ünnepi megemlékező műsort neves színészekkel és a Komáromi Kamarazenekarral karöltve. Darabjuk Tataváros felkérésére készült el még korábban, a komáromi bemutató alkalmára a darabot átírták. Az egyik zeneszerző, Medvecki Szabolcs személye ugye adta azt, hogy a kamarazenekar és a klasszikus zenei irányzat is részt tudjon ebbe venni, és hát így innen jött az ötlet, hogy ezt a darabot megpróbálnánk egy ilyen újdonságként színpadra állítani, így élő zenekarral, ami egy nagy élmény volt, és hát így a kamarazenekar és a Magyarok Musical Band egy része lépett színpadra, természetesen azért egy úgymond félélő verzióban volt, tehát zenei alapról bizonyos hangszerekre szükség volt, ugye a kórusfelvételek minden miatt, de ez már úgy gondolom, hogy egy jó lépés ahhoz, hogy egyszer majd egy teljes nagy szimfonikus zenekarral tudjon megszólalni egy produkció. Ez a darab alapvetően 2016-ban készült a Tatai Önkormányzat felkérésére, amely a tatai 56-os eseményeket dolgozta fel, és de akkor is az volt a célunk, hogy egy olyan darabot hozzunk létre, amely tulajdonképpen nem speciálisan egyetlen egy helyszínre tendál, hanem alapvetően a vidék és a budapesti események kapcsolata. Tehát ez úgy gondolom, hogy ez nagyon jól működik. Az, hogy bizonyos elemeket tavaly jobban kidomborítottunk a tatai dologra, ezeket most átalakítottuk, kerültek bele új dalok is a műbe, de tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy ez volt a fő gondolat az egész darab folyamán, amikor készítettük, hogy tulajdonképpen az akkori fiatalok úgy döntöttek, hogy ők a mindennapi nyugalom, és már amennyire az 56-os korszakban nyugalomnak lehet nevezni, tehát a mindennapi megszokott élet helyett ők megpróbálnak valamit tenni azért a jövőért, ami ugye a fináléba vissza is köszön a szereplők szájából, hogy ők megtették azt, hogy a mi jövőnk ilyenné válhasson, és ugyanúgy kellettek azok az 56-os események, hogy később a rendszerváltozás megtörténhessen, és azért a tavalyi kiemelt emlékévnek köszönhető, úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb figyelem hárult ezekre a hősökre, és a mindennapi szereplőire a forradalomnak, és nekik szerettünk volna emléket állítani ezzel. Egész napok, tiki-tabri-talmak, zűrszavaros nagy szólamok, hol van most a párt és a kormány? Ha! A változás hangja az éterből szól, a változás hangja a reményről szól, a változás hangja a mindannyiunk hangja, ami most Mészáros Gábor és Németi László nagyon kiemelt helyet foglaltak el itt a megye 56-os történetében, sőt mondhatni Mészáros Gábor főorvos úr még országos szinten is kiemelkedő gondolkodója és szervezője volt itt a forradalmi eseményeknek. Tehát a Dunántúli régióban nagyon-nagyon fontos hatása volt, tehát a Dunántúli Nemzeti Tanács megalakításától elkezdve a Győr és a Pest közötti úgymond húzavona, hogy melyik legyen igazából a központ, tehát ő ezekben nagyon-nagyon fontos résztvevőként volt, és hát ez volt az alapötletem, hogy tulajdonképpen az ő kettejük tárgyalása adja ezt az egész kerettörténetet, amin tulajdonképpen bizonyos pontokon megjelenik a bírósági kihallgatás, és így megyünk végig azokon az eseményeken, amely végig is oda jutott, hogy ugye bejöttek a szovjet csapatok, és eljutunk egészen az 57-es kádárbeszédig, amikor ugye legitimizálták a saját rendszerüket, és megpróbálták onnantól kezdve úgymond elfelejteni ezt az 56-os történetet, és lezárni magukban és a nép gondolkodásában is. Varga Miklós, Csengeri Attila, Nagy Anikó játszották a legfőbb szerepeket a Magyarok Dalszínház tagjain túl.
Bakó Gábor koreográfus volt segítségükre a csoportos jelenetekben. A darab szerzői Másik Lehel, Medvecki Szabolcs és Vizeli Csaba voltak. A látványtér, a díszlet, valamint a kosztümök megkreálása ezúttal nem okozott különösebb problémát, hiszen nem kellett túlságosan visszanyúlni a történelembe, elég volt benyúlni a nagyszülők szekrényébe. Egyrészt könnyű is, meg nehéz is ez a téma. Könnyű azért, mert viszonylag egyszerű színpadra állítani az említett okok miatt, a beszerezhető ruhák és eszközök és minden miatt. Másrészt meg nehéz is, mert még vannak, akiknek személyes élménye van, és egy színházi előadásnak mindenképpen elgondolkodtatni kell, úgy gondolom, de nem szabad, hogy esetleg olyan sebeket tépjen fel, amiket nem kellene. Tehát állást kell foglalni mindenképpen, de legfontosabb az, úgy gondolom, hogy megmutassuk, hogy mik történtek viszonylagosan a színpadi valóságában, és hozzátéve ez a zene és a fény és a LED fal eszközei, tehát azokat a esetlegesen csúnya szóval vett hatásvadász elemeket is, hogy tényleg ezek megérintsék az embereket, de mindenképpen a legfontosabb eleme az az emlékezés, és hogy méltóan emlékezzünk, és lássuk azt, hogy mik minden történt, és elkerüljük azokat a dolgokat, hogy még egyszer ilyen jellegű eseményeknek kelljen megtörténnie Magyarországon, hogy a pesti utcákon kell fegyverrel a kézben megvédeni a magyar szabadságot. Általános iskolásokat az önkormányzat és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával bérletformájában szólították meg. Az első lépcsőfok volt ebből ez az 56-os ünnepségsorozat, ahol az 1956 című darabot mutattuk be az általános iskolásoknak a moziban, és ezt a darabot a városi ünnepély követő napon pedig a középiskolások tekinthették meg a moziban, a sportcsarnokban, és hát az idei év folyamán még lesznek előadások az általános iskolások számára is, a karácsonyhoz kötődő előadás is lesz valahol Európában is, és hát ugyanúgy a középiskolásoknak is még a tanév folyamán több előadásra fogunk majd kedveskedni. Az álmok